Most még üresen tátognak a tornatermek, és az iskolák udvarai is üresek. Alig két hét múlva azonban becsöngetnek, és Székesfehérváron összesen 1054 elsős kisdiák kezdi meg tanulmányait. Változás azonban, hogy a karácsony előtt néhány nappal megszavazott és szeptember 1-én hatályba lépő köznevelési törvény az első 5. és 9. évfolyamokon felmenő rendszerben kötelezővé teszi a mindennapos testnevelés órát. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27-es paragrafus 11-es bekezdése értelmében az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti 5 testnevelés óra keretében, melyből legfeljebb 2 óra kiváltható,